Jó estét, üdvözlök minden kedves nézőt itt a Drog Reporter Café idei első adásában. A mai műsorban nagyon izgalmas témákról fogunk beszélgetni Szabó Judit addiktológussal, a Zsibriki Drogterápiás Intézet vezetőjével, például arról, hogy mi a drogfüggőségekből való felépülés sikerének a kulcsa. Előtte azonban hallgassátok meg rövid drogpolitikai világhíradónkat. Bizonyára sokan tudjátok, hogy Hollandiában kis mennyiségben kanabiszt lehet vásárolni az erre kijelölt kafishopokban. A közhittel ellentétben azonban maga a kanabisz nem legális Hollandiában, csupán arról van szó, hogy a hatóságok eltűrik a kafishopokat. De a növényt egyébként illegálisan termesztik és szállítják a kafishopokba. A hollandok most változtatni szeretnének ezen. 2017-ben az állam meghirdetette egy programot, amelynek keretében kísérleti jelleggel kanabiszt termesztenek bizonyos városokban legálisan. Az első ilyen kísérleti ültetvényt Etten-Leurben, Brabant tartományban szerették volna megnyitni, de nem várt akadályokba ütköztek. A helyi lakosság ugyanis tiltakozó demonstrációt szervezett az ültetvény ellen, ugyanis szerintük ez a helyi gyerekeket és fiatalokat veszélyezteti ez a projekt. A projektnek a vezetői azonban ezt visszautasítják, és azt mondják, hogy az ültetvényt szigorúan őriznék, és ebből az ültetvényből kizárólag a kafishopok kaphatnának utánpótlást, akik eddig viszont a fekete piacról szerezték be a kanabiszt. Eközben egy másik változás Hollandiában, hogy Amsterdam vezetése azt tervezi, hogy a kafishopokban való vásárlást megtiltják a külföldi polgárok számára, és csak a hollandok vásárolhatnak majd a kafishopokban. Amennyiben ezt a változtatást elfogadják, akkor ez alapvetően fogja megváltoztatni a hollandiai turizmus helyzetét, illetve Amsterdamot is, ahogyan ma ismerjük. December elején az amerikai kongresszus elfogadta az úgynevezett MORE törvényjavaslatot, ami legálissá tenni a kanabisz használatot az egész Egyesült Államokban, szövetségi szinten, kivéve a kanabiszt a szövetségi drogtörvény hatálya alól. Jelenleg az USA 15 államot tette legálisan a kanabisz rekreációs és 35 állam a gyógyászati használatát. Az új törvény lehetővé tenni az államok közötti, illetve a külföldre irányuló kereskedelmet is. Jelenleg a lakosság mintegy kétharmada áll a kanabisz legalizáció pártján. Mivel a szenátust mostantól a demokraták irányítják, és a törvényt maga az alelnök Kamala Harris is támogatja, van egy elég jó esélye arra, hogy el fogja fogadni a szenátus az év első felében. A Nemzetközi Büntetőbíróság, az ICC legfőbb ügyésze decemberben kiadott egy jelentést, amelyben élesen bírálja Rodrigo Dutertét, a Fülöp-szigetek elnökét, amiért az évek óta gyilkos háborút folytat a drogfogyasztók ellen. Az ügyész szerint alapos gyanú áll fent arra, hogy az elnök emberiesség elleni bűncselekményeket követett el, így például emberölést és kínzást. A jelentés szerint az állami hatóságok érintettségét meg lehet állapítani, mint egy 5300 haláleset, erőszakos haláleset kapcsán. Itt ezek egy részében statáriálisan kivégeztek embereket az utcán, más részükben pedig rossz időben rossz helyen voltak polgárok. A bíróság hamarosan döntést fog arról hozni, hogy vajon vádat emele Duterte elnök ellen. A Drug Reporter Café nem csak magyar, de angol nyelvű műsorral is jelentkezik. A legutóbbi múlt heti angol nyelvű adásunkban a mexikói kanabisz legalizációval foglalkoztunk. Két mexikói szakember és aktivista, Sarah Snap és Lorena Beltrán voltak a vendégeink, akikkel arról beszélgettünk, hogy hogyan alakul jelenleg a törvényhozás alsóházához benyújtott legalizációs törvényjavaslat. Mint elmondták, az már eldőlt, hogy Mexikó legalizálni fogja a kanabiszt, a hogyan kérdésén azonban még mindig komoly viták vannak. Civil aktivisták például azt szeretnék elkerülni, hogy a legális piacból kizárólag nagyvállalatok húzzanak hasznot, ezért aztán egy olyan módosítást is benyújtottak, amely szerint a szegény földműves közösségek fogják megkapni a termesztési engedélyeknek egy jelentős részét. A beszélgetést magát megnézhetitek angol nyelven a Drug Reporter angol nyelvű Facebook oldalán. Nagy örömmel üdvözlöm itt a Drug Reporter Caféban a mai vendégünket, Szabó Judit, addiktológust és református lelkészt, aki a Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány kuratóriumi elnöke, és a nevezetes Zsibriki Drogterápiás Intézetnek a vezetője.
és hát azt hiszem, hogy azt is elmondhatom, hogy a drog szakmának az egyik karakteres és jelentős reprezentánsa. Szia Judit, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia Péter, örültem. Kezdjük egy picit a te személyes pályáddal. Ugye addiktológus vagy és református lelkész. Mi jött az előbb az életedben? Az addiktológia, mint szakma, vagy a lelkészi hivatás? Én alapvetően lelkésznek indultam, lelkész szerettem volna lenni. Ehhez hozzátartozik, hogy ez a rendszerváltás közepén volt, tehát 89-ben. És volt egy olyan nagy álmom, én azt képzeltem akkoriban, hogy az emberek csak azért olyanok, amilyenek a kommunizmusban, megismertük őket, meg a társadalom azért olyan, mert hogy az egyház meg a keresztény tanítások nem tudtak akkora teret nyerni. Időközben ez bebizonyosodott, hogy nem így van. Tehát ez életem egyik csalódása, viszont azt soha nem bántam meg, hogy teológiára mentem, mert valami fontosat és értékeset kerestem abban az időben, és meggyőződésem volt, hogy ott fogom megtalálni, és meg is találtam. Az addiktológia és a szenvedélybetegek segítése, vagy a drogosoknak a közelsége, hát azt kell mondjam, hogy így jelen volt az életemben, hát nyilván én is voltam 18-20 éves, én is a kortársaim között nőttem föl, és nem burokban, vagy nem egy akváriumban, tehát én is láttam azt, amit mindenki látott, hogy ezek a fiatalok nem igazán tudnak hova fordulni, hogy ez valami különleges dolog. És ezt most is így gondolom, hogy az addiktológia az a szociális ellátások és egészségügyi ellátások között is egyfajta különleges novum. Kicsit határeset a filozófiai kérdések témájában. Tehát, hogy ez egy végtelenül izgalmas terület. És a teológián kerültem kapcsolatba Erdős Eszterrel és az általa vezetett rehabbal, ami nekem óriási távlatokat nyitott meg lehetőségeket láttam benne, úgyhogy örültem, mikor Eszter oda hívott dolgozni. Úgyhogy ebben az évben lesz 25 éve, hogy ezzel foglalkozom. Utána lettem addiktológiai konzultáns. Mondtad, hogy 25 éve működik már a Zsibriki terápiás intézet. Mit is jelent az egyébként, hogy drogterápiás intézmény, és hogyan jött létre a Zsibriken? Legelőször a drogterápiás intézete a rehabot jelentette. Tehát ez a Zsibriki rehabilitációs intézet volt, ami most is, és akkor is egy novum, egy különleges területe a terápiás láncnak. Nyilván ide azok kerülnek, akik a pszichiátriákon már sikertelenül voltak kezelve, akiknek az élete devalválódott, és innen indult a többi ellátási forma. Tehát legelőször a rehabilitáció után a drogprevenciónak a szükségessége merült fel, tehát a rehabilitáció mellett azt dolgoztuk ki, és azt végeztük. Később az utógondozásnak, az utánkövetésnek a szükségessége és a reszocializációnak a fontossága jelent meg. Így lett a támogatott lakhatásunk, és a megkeresés miatt pedig a nappali ellátást alakítottuk ki legutolsónak. Ezért intézet. A rehabilitációban milyen módszereket alkalmaztok, milyen megközelítésben dolgoztok? Mi a kanadai portázs modell szerint dolgozunk, ami egy szociális készségfejlesztésre épülő modell, a pozitív pszichológia eszköztárát felhasználva, és egy önsegítő közösségben gondolkodva. A portás az mennyiben más, mint a többi módszer, mint mondjuk a Minnesota, vagy egyéb? Mi az, ami a karakteres jellegzetessége ennek a módszernek?
Magyarországon a rehabilitációs intézetek gyakorlatilag két részre osztódnak, vagy Minnesota modellben, vagy portás rendszerben működnek. A különbség az egyrészt a függőség megítélésében, a függőség definíciójában van, ez is különbözik a Minnesota modelltől, vagy a betegség koncepciótól, és különbözik eszköztárában is. Tehát abban, hogy a tervezésre, a jövőképre épül, nem a múlt feldolgozásra, vagy nem annyira a trauma fókuszra. Mennyiben határozza meg az intézetet az, hogy ez egy egyházi fenntartású intézmény? Tehát, hogy aki mondjuk hozzátok jön, attól megköveteltek esetleg valamiféle vallási elkötelezettséget, vagy ez nem jellemző? A mi intézetünk nem egyházi fenntartású intézet, egyházi elkötelezettség, vagy hitbeli elkötelezettségről beszélhetünk, a civil szervezetként működünk. Tehát az összes civil szervezetre érvényes szabály érvényes ránk, alapítványi fenntartású az intézet, de református lelkészek és református gyülekezeti tagok alapították és hozták létre. Az életünket, a terápiánkat meghatározza az, hogy református gondolkodásban valósítjuk meg a portás programot. De nem kérünk sem gyülekezeti, sem vallásos elkötelezettséget, sem a jelentkezéshez és a terápia elvégzéséhez sem fontos. Nyilván úgy nagyon nehéz, ha valaki elutasítja a transzcendens létet, a spiritualitást, úgy nem tud a mi programunkban teret nyerni, vagy megnyugodni, vagy fejlődni. De sem a megtérés, sem a gyülekezeti, felekezeti elkötelezettség nem kötelező. Ezt tök jó, hogy tisztáztad, mert szerintem sok ember fejében lehet homály ezzel kapcsolatban. Feljegyeztem tőled egy szép gondolatot, és itt fel is írtam magamnak, hogy a szenvedélybetegség az egyik legfájdalmasabb útja az emberi fejlődésnek, de ez egy lehetséges és nagyon fontos út, ha a szenvedélybetegséget nem tragédiaként, hanem lehetőségként kezdjük el értelmezni, akkor sokkal több erőt tudunk hozzátenni a gyógyuláshoz. Most itt ugye ez kicsit egy ilyen paradox gondolat, mert a legtöbb ember tragédiának tekinti a szenvedélybetegséget. Hogyan lehet mégis akkor egy lehetőség ebből? Rengeteg felépülő függő beszél arról, hogy ha nem ezt az utat járja be, akkor nem jut el azokra a következtetésekre, azokhoz az elvekhez, amik most az erősségét adják az életének, és ami miatt minőségibb életnek érzi a sajátját, mint amit ezen enélkül a mélyrepülés nélkül járni tudna. Tehát hiszek abban, hogy a mélypontok és a magunkkal való szembenézés az jobb emberré tesz bennünket. Ugye nagyon sok embernek az életútját figyelhetted már meg, ami ugye a függőséghez elvezetett. Látsz esetleg olyan közös pontokat ezeknek az embereknek az életútjában, amelyek már, hogy úgy mondjam, megfigyelhetők, mint közös pontok, hogy a szociális helyzetükben, esetleg a gyerekkori élményeikben vannak-e olyan közös pontok, amik a függőséghez vezetnek? Nagyon sok a traumatizált gyermekkor, ezzel nem mondok nagyon újat. Nagyon sok az anya-fiú gyerek közti túlságosan szoros kapcsolat, a túlsegítés. Mostanában nagyon sok csúnya válás után érkeznek hozzánk nagyon leépült drogfüggők, akik küzdenek a veszteségeikkel. És akkor nem beszélek itt a szokásos társadalmi problémákról, hogy az iskolázatlanság okozta hátrányok, a cigányság okozta hátrányok, vagy cigány létnek a,
a frusztrációja, ami sokszor előjön, főleg jobb képességű roma klienseknél, akkor az elutas, társadalmi elutasítás, vagy a rossz szokások, beidegződések, rossz életszemlélet, ami megnyomorította valakinek a mindennapjait. Ja, és amit még most látunk, az nagyon sokszor a kezeletlen ADHD. Mennyiben változott így a klienseiteknek a profilja, meg a drogok, amiket használnak így az elmúlt évtizedekben? Mennyire mások azok, akik most jönnek hozzátok, mint akik még mondjuk 20 éve? Hát nagyon változik, és nagyon szépen lehet követni a társadalmi fluktuációt is ezen a területen. A 90-es évek végén általában Budapestről vagy nagyvárosokból jól szituált gazdag gyerekek jöttek, diplomata gyerekek, művészek gyerekei, vagy maguk művészek a rehabilitációra, tehát ez egy ilyen különleges, de alapvetően az intellektuális körben elterjedt kezelési forma volt. Aztán a heroin boom korszakában jöttek a bűnözők, a szervezetbűnözésből kimenekülő, vagy szervezetbűnözésbe belekeveredő masszív heroinisták. Most pedig az új pszichoaktív szerek megjelenésével sokkal több a vidéki, kisvárosból, faluból hozzánk kerülő, alacsonyabb iskolázottságú fiatal, de azt is mondanom kell, hogy az is változott, hogy a mi rehabilitációs formánk, ahol mezőgazdasági tevékenység van, munka van, ez most már talán azoknak a felső középosztálybeli budapesti szerhasználóknak kevésbé alternatíva a felépülésre, mint esetleg más helyek. Ez is befolyásolja azt, hogy hozzánk mostanában inkább vidékről jönnek szerhasználók. De ugyanúgy jönnek Budapestről is nyilván. Néha még mindig lehet érezni egy ilyen hagyományos és kölcsönös gyanakvást, idegenkedést, egyrészt az intézményes klinikai addiktológia ellátás, és másrészt pedig az ilyen többnyire spirituális szempontokat előtérbe helyező terápiás közösségek között. Te ezt mennyire tapasztalod, mennyire szükségszerű ez, vagy mennyire csak egymás meg nem értéséből fakadnak ezek? Ez egy olyan folyamat, amitől hol szenvedünk, hol inspirálódunk. És nem gondolom feltétlenül rossznak, mert nyilván mindenhol kell bizonyos kontroll és visszajelzés. Ha ez a feszültség, ami az intézményes medikális addiktológiai ellátások és a spirituális közösségek közti összehasonlítgatás, ha ez pozitív kommunikációval párosul, akkor ez nagyon inspiráló tud lenni, hiszen tanulunk egymástól, a kritikákon gondolkodunk, fejlődünk benne. Hogyha ez negatív, elutasító kommunikációval párosul, vagy egyfajta versennyel, az tud destruktív lenni. Nektek milyen a kapcsolatotok? Az egészségügyi intézményekkel? Mi alapvetően együttműködésbe gondolkodunk mindenkivel, néha a rendőrséggel nem, tehát nyilván velük kevésbé, de az egészségügyi intézményekkel mindenképpen. Tehát a Szekszárdi, a Bonyhádi kórházzal, bizonyos budapesti addiktológiai ellátásokkal kifejezetten nagyon jó kapcsolatunk van és partneri. Ha már megemlítetted a rendőrséget, ugye Magyarország az Európai Unióban is egy elég szigorú drogjogi szabályozást léptetett hatályba, és itt hát azért az utóbbi években is jellemzőbb volt az, hogy egyre szigorúbbá vált ez a büntető politika a drogfogyasztókkal szemben. Ez a ti munkátokat befolyásolja valahogy, vagy nem befolyásolja?
A nappali ellátásunk most kezdett el működni szerintem, ott fogjuk érezni ennek a hatását. Nyilván a bot végén, a rehabilitációban ez kevésbé érzékelhető. Már esetleg a rendőrségi ügyek vagy a bírósági ügyek ítéleteiben, de ott nem látom ezt még, hogy olyan sokat változott volna. Viszont a nappali ellátásban ott szerintem meg fog jelenni, hiszen ott egy nagyobb merítésben gondolkodunk, és úgy gondolom, hogy a szigorúbb drogpolitika inkább a kisebb fajsúlyú szerfogyasztók lefülelésére, büntetésére, vegzálására alkalmas csupán, semmint az igazi nagyobb szerfogyasztóknak az akár pozitív kimenetelt is elősegítő büntetési, nem tudom, folyamatára. Mert hogy azt gondolom, hogy arra is lenne lehetőség, vagy arra is lehetne ezt használni, de sajnos ez arra nem alkalmas. Tehát ez ilyen vegzálásos, egymás bemártogatós, teljesen alkalmatlan drogpolitika. Nektek van egyébként rálátásotok arra, hogy mi megy most a börtönökbe drog területen? Mi a helyzet, mennyire fogyasztanak bent a börtönökben, és aki mondjuk le akar állni, vagy segítségre szorul, annak van-e lehetősége rá? Hát ezt mindannyian tudjuk, hogy soha nem volt józanság a börtönökben, ugyanaz van. A börtönökben ugyanaz van most is, mint ott. A nyugtatók azok fizetőeszközként szolgálnak, mindenhez hozzá lehet jutni, a korrupció virágzik, senki nem józanodik ki a börtönben. Ilyenről nem hallottam, és az is nagyon fontos, hogy régen voltak, most nem tudom, hogy szerintem most is élnek az úgynevezett drogpolitikai körlet, vagy drogprevenciós körletek, ahová nagyon kevesen mennek, mert van egy ilyen kontraproduktív része, hogy ott viszont nem lehet dolgozni. Ezért tehát azt mondják, hogy oda lógósok mennek, és hogy az kamu az egész. Tehát ennyit látunk, vagy ennyit hallunk vissza. A drogfüggőséggel küzdő emberek életében is egy elég kardinális kérdés a lakhatásnak a megoldása, és ti nyújtatok egy ilyen támogatott lakhatási programot is. Erről beszélnél egy kicsit, hogy mi ez és miért fontos? A támogatott lakhatás rendszere szerintem egy óriási lehetőség a szerfogyasztók számára, és az egész ellátórendszerben. Sajnos nincs még kellően propagálva, se anyagilag támogatva. De ez azt jelenti, hogy a bizonyos alacsony fizetését, az alacsony térítési díjért, ami nem tartalmaz mást, mint a rezsiköltségeket, lehet szállást biztosítani szenvedélybetegeknek. Azért állok meg néha, mert ezek mind szakmai kérdések, hogy leállt szenvedélybetegnek, vagy aktív szenvedélybetegnek, mert ezt nem szabályozza a jogszabály. Ezek szakmai kérdések, hogy ki milyen típusú támogatott lakhatást hoz létre. Én nyilván az absztinens támogatott lakhatásban gondolkodom. És ebben a támogatott lakhatásnak az a feltétele, hogy kell mellette valamilyen szakmai segítő szolgáltatást igénybe venni, ami kifejezetten személyre szabott, ami egy külső szakértő által összeszedett és megállapított szükségletfelmérésen alapul. Tehát a támogatott lakhatásnak egy végtelenül korszerű és szerintem nagyon személyre szabott szakmai rendszere van, ahogyan ezt lehet működtetni, és ahogyan lehet benne gondolkodni. És még rengeteg lehetőség van benne.
Nálunk a rehabból majdnem mindenki támogatott lakhatásba megy tovább, és akkor körülbelül másfél, egy évet tölt támogatott lakhatásban, és utána nyílt munkaerőpiac, albérlet, és nagyon jól boldogulnak. Tehát akkor igazából vannak pozitív példáid akár olyan emberek esetében is, akik mondjuk egy ilyen mély szegénységből, egy ilyen szegregátumból érkeznek, és akkor itt valóban ki tudnak emelkedni ebből a nyomorból. Gyönyörű példáim vannak. Behunyom a szemem, és akkor ezekkel el vagyok egy darabig, hogyha ha rájuk emlékszem. Igen, igen, nagyon sok csodát láttunk. Nyírségből, Szabolcs-Szatmár-Beregből, nagyon rossz állapotba hozzánk kerülő, kicsit pszichotikus állapotban levő, börtönviselt, fogatlan, szenvedélybeteg, 3 éve boldog, dolgozik vasútnál, folyamatosan kapcsolatban van velünk. Mindegy, ezek szépek, ezek rosszak. Hogyha azt nézzük, hogy ugye nem mindenkinek sikerül azért ez nem mindenkinek sikeres a rehabilitáció, hogy ha megnézzük, hogy azoknak, akiknek ez sikerül, meg azoknak, akiknek nem, hogy mi az a különbség, ami szerinted, ami elbuknak az emberek, mi az, ami miatt sikerül végül valakinek? De jó lenne ezt mindig tudni. Az odaszánás, hogy ki mennyire adja oda magát ahhoz arra az új életre, amit kialakítani kíván. Ki mennyire tudja megtagadni azt, amit azokat a lehetőségeit, ahogyan a felelősség alól ki tudna bújni. Azt hiszem ez. A felelősség nem vállalása vezet általában a visszaeséshez. Majdnem mindig, kivéve ha valami trauma van, vagy tényleg valami nagyon rossz dolog történt. És a felelősség alóli kibújás, az mindannyiunk életében nagyon sok helyzetben ott van. Ha valaki ennek nem tud ellenállni, akkor nem fogja tudni tudatosan vinni az életet. Kanyarodjunk el egy kicsit a drogmegelőzésre, mert ugye Kimtával drogmegelőzéssel is foglalkoztok. Milyen típusú drogprevenciós programjaitok vannak, és szerinted mi az, ami működik a drogprevencióban? Kétféle drogprevenciós programunk is van. Az egyik az, amit mindenki nagyon szeret, az az, amikor bemegyünk az iskolákba egy-egy egészségnapon felépülő függőkkel, és ők beszélnek az életükről. Mindenki ezt várja tőlünk. Mi mindig próbáljuk ezt visszaszorítani, és minden iskolába elmondjuk, hogy ez maximum érzékenyítésnek jó a téma iránt, de hogy mit várnak ettől. Nyilván az iskolák azt várják, hogy valahogy letudják a témát, és hogy azt képzelik, hogy a fiatalok, a diákok majd tovább gondolják az ott hangzottakat, vagy megrémülnek mindattól, amit ott hallanak. De a gyakorlat ezt nem igazolja nyilván. Nálunk is van olyan fiú rehabilitáción, aki azt mondta, hogy 5 prevenciós programba vett részt középiskolás korában. Hát köszönjük. Mégis itt van nálunk. Tehát, hogy a másik programunk az sokkal átgondoltabb, és véleményünk szerint hatékonyabb. Hát viszont az iskoláknak ahhoz áldozatot kell hozni. Tehát van egy kompetencia alapú tudatosságépítés című programunk, amelyik szakmai ajánlással is rendelkezik, de ez a program, ez legalább 8 alkalmat jelent, amikor egy iskolában megjelenünk és egy csoporttal foglalkozunk, általában 2-3 hónap időtartamban, és azokat a szociális készségeket adjuk át és fejlesztjük,
benne, amikkel a rehabilitációban is dolgozunk, mert hogy úgy néz ki, hogy ezek ilyen prediktív tényezők a szerfogyasztás kialakulása szempontjából. Tehát ezek a szociális készségek, a segítségkérés képessége, a felügyelet elfogadása, az objektivitás, a csapatmunka, tehát ezeket a készségeket próbáljuk az iskolákba, általános iskola 7.-8. osztályától a középiskolai szintereken átadni, megtanítani, kifejleszteni különböző interaktív formákban a diákoknak. Ebben hiszünk, és ezt azért tudományos vizsgálatok is alátámasztják, hogy ezek a hosszabb távú személyes kapcsolaton alapuló készségfejlesztő prevenciós programok azok, amik aztán valóban tudnak hatni arra, hogy a fiatalok védettebbek legyenek a függőség kialakulása szempontjából. Mi lenne az üzeneted a tanároknak és mondjuk a szülőknek? Mi a helyes megközelítés számukra a fiataloknak a droghasználatával kapcsolatban? Az üzenetem az lenne, hogy az egész embert nézzék, ne a teljesítményt. Ez lenne az üzenetem, hogy egy gyerek sokkal több annál sem, hogy milyen bizonyítványt visz haza. És egy gyerek és egy osztályban sokkal több lehetőség van annál, mint hogy hány gyereket lehet belőle versenyeztetni az iskolai meg a megyei versenyeken. Tehát az embert kell nézni a gyerekben is, azt a felnőttet, akivé válni fog, meg a tanári felelősséget. És ebbe benne van az, hogy ha azt látják, hogy a fentebb említett szociális készségek nem fejlettek az osztályban, akkor vagy neki kell azt elősegíteni, hogy kifejlődjön, vagy pedig kell kívülről hívni egy szervezetet, amelyik ehhez ért, és kifejleszti azt a gyerekekbe. Mert ennek van értelme, így lesz belőlük értelmes felnőtt, máshogy nem. Jól érzem, akkor van egy kis ilyen társadalomkritikai éle is annak, amit mondtál, tehát, hogy nem nagyon tetszik, ahogy mostanában mondjuk akár az oktatásban a gyerekekkel bánnak, vagy hogy ez a teljesítményfókuszú megközelítés. Négy gyerekem van, és egyik sem egyszerű, úgyhogy az oktatásban való részvételünk se volt problémamentes. És közelről kellett látnom azt, hogy hol véreznek el a tanárok, és hol véreznek el a saját gyerekeim ebben az oktatási rendszerben, és nem tetszik, amit látok. Hála Isten, nagyon sok középiskolában volt lehetőségünk ezt a prevenciós programot működtetni az elmúlt években, és mindegyikben azt tudom elmondani, hogy az osztálykohézió mindenhol egy fél éves jelenlét után erősödött, a bizalom egymás között, a diákok között, magasabb szintre lépett, a tudatosságuk, ahogy egymásra, magukra ráláttak, az rengeteget javult. Erre szükség van, ezt nem lehet kihagyni a gyerekek neveléséből. És nem lehet rátolni sem a szülőkre, sem az edzőjükre, sem senki másra. A gyerekek majdnem 8 órát töltenek az iskolában. Ez meghatározza az életüket. Mi a helyzet az iskolaőrökkel? Van erről véleményed? Hát az vicces. Az vicces, és azt gondolom, hogy ha nem viccesnek fogom fel, akkor meg szomorú leszek, vagy tehetetlen megint, mert az iskolaőrök nem mindenhol vannak. Tehát ott kezdődik az egész, hogy már az szegregálja az iskolákat, hogy melyik iskolában van iskolaőr, és melyikben nincs szükség iskolaőrre, hogy ezt ki dönti el, és mi alapján dönti el. És valóban ott, ahol iskolaőr van, ott 3 szociális munkásra lenne inkább szükség, meg 5 pszichológusra, és lehet, hogy a
pont azokba az iskolákba, ahová nem küldenek iskolaőrt, ott nem szociális munkásra és pszichológusra van szükség, hanem ott lenne szükség iskolaőrre. Mit jelent most a járvány a ti életetekben, mint szervezet életében? Mennyiben változott meg a munkátok, szolgáltatásaitok? Ránk is hatással van, és mi is nagyon utáljuk, már várjuk az oltásokat. A rehabilitáció az, amit leginkább érint, mert nem lehet látogatni, és nem lehet kimenőre menni. A látogatásokat online formában próbáljuk megoldani, hogy a kapcsolattartás működjön, tehát sokkal több eszköz biztosítunk és lehetőséget az online kapcsolattartásra. A kimenőket, ameddig nem volt ennyire súlyos a helyzet, megpróbáltuk külső helyszínen megvalósítani, megoldani, amennyire lehetett, de most pár hónapja nem merjük, mert nagyon rémisztőek az adatok, viszont végtelenül büszke vagyok a rehab összes dolgozójára és a fiúkra is, mert senki nem lett koronavírusos az egész eddigi időben. Nem tudom, hogy van-e más olyan rehab vagy intézet az országban, ahol ez sikerült, mert nagyon rossz híreket hallok, de naponta háromszor fertőtlenítenek a fiúk kilincseket, mindent, amit megfognak. Minden étkezéskor kézmosás, étkezés után kézmosás, csoportok nincsenek zárt térbe, vagy ha muszáj, akkor maszkba ülnek be. És ezt nagyon fegyelmezetten tartják. A srácok értik, a munkatársaim ugyanúgy felelősséggel vesznek ebben részt. Úgyhogy a rehabban érezzük a legjobban, nyilván mindenkinek nehéz. A nappali ellátásban és a támogatott lakhatásban ez nem annyira jelent meg intézményi problémaként. Nyilván a fertőtlenítőszerek fogynak, a maszkokat vartuk, amit lehetett, megtettünk. Egyébként, aki mondja például leállni a járvány alatt, az tud hozzátok menni? Persze, folyamatosan van felvétel. Folyamatosan van felvétel, igen. És mit hallasz a kórházakról? Mert hogy én azt hallottam, hogy ott is erősen megnehezült például az, hogy valaki detoxba juthasson, ugye a járvány miatt lehet hallani, hogy több addiktológiai osztály bezárt, meg ilyenek. Ti ezt, hogy... Ez mindenképpen látszik, amikor egy-egy ilyen korlátozó intézkedést bevezetnek, akkor a telefonvonalak abban a pillanatban égni kezdenek, kétségbe esetten telefonálnak kliensek, mindenki egyszerre, utoljára még be akar jutni a rehabba, tehát ilyenkor dömping van, és szépen sorba kell rakni, nekünk is oda kell figyelni, és alkalmazkodni ahhoz, hogy minél gyorsabban be tudjuk őket integrálni a rehabba, mert a rehabba meg tudjuk oldani a detoxikálást. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy nálunk, és azt hiszem, hogy az összes portázsrendszerű rehabba lehet intoxikáltan jönni, mert ott akkor egy hét alatt, igaz, hogy gyógyszerrel, de egy hét, két hét alatt lehozzuk őket. Úgyhogy ez nem probléma. Rehabra lehet jönni így is. Aki mondjuk ezen gondolkodik, néz minket, hogy ő szeretne rehabra menni, mi ennek a menete? Csak simán csak felhív titeket, és akkor megbeszéltek egy találkozót, vagy vannak ilyen feltételeitek? A feltételeket nem annyira mi szabjuk, mint a törvényi és a jogszabályi keretek. Sajnos nem, mindegy, lehetne ez gyorsabb is, meg lehetne ez egyszerűbb is. Volt olyan, amikor gyorsabb és egyszerűbb volt. Jelenleg a civil addiktológiai központot Bonyhádon kell hívni, hogyha valaki hozzánk szeretne bekerülni. Ők végzik az előgondozást, ott akkor megbeszélik a szükséges papírok beszerzését, amit a honlapunkon, a www.zsibrik.hu honlapon is meg lehet találni, letölthető formában
az előgondozáshoz, bekerüléshez szükséges papírok. Ugyanígy a honlapon fenn van a felvétel menete is, tájékoztatásul, de a munkatársaink is ebben minden segítséget megadnak. És hogyha a szükséges papírok, egészségügyi, orvosi igazolás, beutaló, hepatitis C szűrésről igazolás azoknak, akik intravénás használók. Aki nem intravénás használó, attól nem kérjük, de tüdőszűrő, akkor tajkártya, adókártya, ami szükséges. Pszichiátertől pszichiátriai szakvélemény, az orvosától egy általános orvosi igazolás, egyébként meg vagyonnyilatkozat, meg ilyen baromságok, de ezeket mind meg lehet találni, ki lehet tölteni, el lehet intézni, semmi nem lehetetlen, biztos, hogy most nehezebb. Ami frusztráló, hogy ha valaki nem egészségügyi intézményből jön, akkor kell tesztet, két tesztet felmutasson. Úgyhogy mindenkinek azt ajánljuk, hogy próbáljon meg kórházba kerülni, mert akkor nyilván ingyenesen, és akkor egy teszttel be lehet jutni a rehabba kórházból. Az utcáról két teszt szükséges. Hát én nagyon szépen köszönöm az interjút, Judit. Nem tudom, hogy még beléd szorult esetleg valami, amit szerettél volna elmondani. Nem, beszéltünk mindegyik ellátásról. Igazából én mindig érdeklődve várom, hogy minden, tehát hogyan fog változni. Mert azt látom, hogy mindig minden változik. És azt gondolom, most már csak fölfelé lehet menni. Köszönöm szépen, és további sok sikert, meg kitartást kívánok a munkátokhoz. Köszönöm, én is nektek, őszintén szívből. Szervusztok! Szia! Köszönjük szépen mindenkinek, aki otthonról nézte a Drug Reporter Café műsorát. Kövessetek minket továbbra is a Facebookon. A következő magyar műsort két hét múlva ugyanígy szerdán fogjuk közvetíteni. És mivel egy ilyen műsor összeállítása komoly csapatmunka, szeretném megköszönni kollégámnak, Takács István Gábornak a képi anyagok összeállítását. A Drug Reportert nem támogatja az állam, és a válság miatt egyre kevesebb pályázati pénzt tudunk szerezni. Ezért amennyiben tetszett a műsor, és szeretnétek még több ilyet látni, légy szíves, támogassátok a munkánkat egy online adománnyal az oldalunkon. Köszönjük szépen, és viszlát!